Hello, hello! Ma egy elég érdekes ételt fogok elkészíteni, ami nem más, mint a csirkehúsos spenótos metélt, amihez egy serpenyőben melegítek olajat, arra a csirkehúst, ez pontosan egy fél csirkemell, amiből körülbelül 4 adagnyi étel fog kijönni, vagy akár kisebb étkőeknek akár több is. Itt megsúzom egy kicsit a húst, hogy jobban kiengedje a leveket. Az elején még gyakori kevergetés mellett pirítom a húst. Majd itt be is gyorsítom a videót, mert itt csak a pirulást várom. Tehát itt lehet látni, hogy szépen kifőlnek a nedvek a húsiból. Ugye a csirkemell az egy nagyon vizes hús, tehát hagyni kell neki időt, ami kiengedi a nedveket, utána már csak zsiradék marad, és akkor kezd el igazából pirulni a hús. Mivel a spenóttal nem fogom sokat főzni, inkább szinte csak átmelegítem, ezért most az elején kell a húsnak megpuhulnia. Ha esetleg valaki nem csirkéből, hanem disznóból vagy más egyéb húsból csinálja, akkor ugyebár a hús keménységének megfelelően kell az időt, hogy meddig sütjük, azt kitalálni. Ugye akkor lehet többször vízzel felönteni, vagy húslével, az már lényegtelen. Itt lehet látni, rettenetesen sok levet enged a csirkehús. Ha mégsem tenné, mert ugye ez fagyasztott csirkehús volt, lehet, hogy azért, ha mégsem tenni, akkor mindig egy picit alá kell önteni egy pár evőkanálnyit, mindig, hogy azért ne égjen oda, de rendesen át is párolódjon, megpuhuljon. Itt ugye egy jó 5 perces sütést sűrítettem pár másodpercben, itt lehet látni, hogy teljesen elfogyott alul a lé. Akkor megkeverem, ugye még egy picit majd pirítom. Már lehet látni, hogy kicsit barnulnak a húskockák. Itt én is egy kicsi vizet még aláöntök. A csirkehúst úgy szeretem, hogyha kellemesen puha és omlós. Tehát azért én egy kicsit tovább sütöm, párolom, mert most ugyebár párolódik ott a vízbe. Na, de amíg párolódik és sül, megcsináljuk a spenótot. Ehhez lehet fogni ilyen fagyasztott kockából kiolvasztott spenótot. Én most kertben szedett spenótot előfőztem, és azt berakom egy turmixba. Rakok hozzá fokhagymakrémet, de lehet persze egész fokhagymát is beledobálni, ha valakinek van otthon, vagy ahhoz van kedve. Itt volt egy bontott tömlős sajtom, meg még egy egész tömlős sajtot is hozzányomok, sima mezei natúr tömlős sajtot. Egyet-kettőt nyugodtan hozzá lehet nyomni. Ugyebár, mint mondtam, hogyha a fagyasztott csináljuk, akkor azt előtte fel kell olvasztani, vagy mikróba, vagy hagyni, előtte való nap kiszedni és hagyni felolvadni. De ugyanígy turmixba csináljuk, mert úgy könnyebb összekeverni. Fehér borsot raktam rá, természetesen, ha nincs fehér bors, akkor mehet rá a fekete is. Némi só, hát ez mennyi lehet, egy teás, kisebb kávés kanál inkább. Némi tejjel nedvesítjük, hogy azért a turmix elvigye. De mivel én frissen főttet használtam, az eléggé nedves, tehát nem igazán kellett higítani. De lehet, hogy a savanyítottat higítani kell. Savanyítottat, a fagyasztottat. Nos, miután összeturmixoltuk, egy ilyen szép kis sima löttyöt kapunk belőle, amit a közben megpirult csirkére fogunk majd ráönteni, de nem szaladunk annyira előre. Mivel én friss spenótlevelet használtam, én még éltem egy olyan trükkel, hogy fogtam friss spenótlevelet,
és nemes egyszerűséggel metérlecsikoztam. Itt még rakok fokhagymát a húsra. Ez már az utolsó pillanat, ebben már nem szabad nagyon sütni a fokhagymával, mivel a fokhagyma odaégne a zsiradékba. Ezért szinte csak átforgatom, hogy a húsok ilyen kicsit fokhagymásak legyenek. És most a frissen fölcsikozott spenót levelet rárakom, és avval még egy kicsit fonnyasztom. Egy pici vizet öntök alá. Bár elméletileg a spenót elég levet engedne, de így könnyebben elkészíthető. Egy pár percet adunk neki, nem kell sok, tényleg egy, amíg szinte elmegy róla a víz. És akkor ráönthetjük a kulimászt, ezt a spenótos keveréket, ugyebár a sok tömlős sajttal. Már azon gondolkodtam, hogyha nincs tömlős sajt, még akár reszelt sajtot is, ha másik sajton ott van, még reszelt sajtot is rakhatunk akár bele. Vagy tejszínt, főző tejszínt, tehát nem kötelező a tömlős sajt, én úgy jobban szeretem. Nos, annyi, hogy meg kell kóstolni egyszer, hogy tényleg elég sóse. Pici ételízesítőt vagy cukrot is lehet rárakni, hogy legyen harmóniában ez a sós és picit édeskés íze a spenótnak. Némi olívaolajjal még meglocsoltam. Ugye a tészta szereti egy kicsit olajosabb a szósz, amit rárakunk. Ugyebár a paradicsomos szószokat is, amit tésztára rakunk, kicsit olajosra csináljuk, mert úgy ízletesebb. Na, még egyszer itt utoljára. Jó megrottyant, figyelni kell, lehet látni nálam is, hogy a gázt össze-vissza spriccelte. Tehát nagyon nem szabad ott hagyni, inkább kevergetni kell. Aztán itt az előre megfőzött metéltre, tehát amit leszűrtem, ráöntöm nemes egyszerűséggel ezt az egészet, és összekeverem alaposan. Persze lehet úgy is, hogyha valakinek ez így gusztustalan vagy nem, akkor lehet úgy is, hogy kiszedjük a tésztát a tányérra, rámerünk egy merőkanál szószt, és akkor arra rakunk reszelt sajtot, pirított kenyérkockát, ugye bármit, amit gondolunk. Én ehhez speciál a tálaláshoz pirított kenyérkockát készítettem, amit meg is mutatok, van egy kis trükkje, sima olívaolaj, egy pár, tehát lehet nagyon apró, vagy inkább reszelt fokhagymát rárakni, ugyebár nekem most ez a tubusos van itt, úgyhogy azt használtam, és alaposan elforgatom a, vagy összekeverem ugye a kockákkal, hogy járja át ez a kis olaj, meg a fokhagyma a kenyérkockákat. Mivel az én fokhagymám picit sós, ezért igazából nem ízesítem a kenyérkockákat, de ha sima fokhagymát használunk, akkor egy pici csipet sót rakjunk rá, esetleg frissen őrölt fekete borsot is lehet még rászórni pluszban a kenyérkockákra. Ezeknek a kenyérkockáknak ez a lényege, hogy még mielőtt megégne, tehát el kell kapni azt a pillanatot, hogy szépen barnuljon, de ne égjen meg. Mert ha megkóz már feketére, akkor már nem jó, de amikor ilyen gyönyörű barna, akkor az igazi. Ezt már le is kapcsoltam, és akkor most nézzük a tálalást. Én ilyen tésztafogó csipesszel rakom ki a tányérra, több részletbe szedem ki, tehát szedek egy keveset, rakok pár kenyérkockát, aztán megint egy adagot. Van egy ilyen trükk, hogyha így tekerve rakod le a hosszú metéltet, ugye amikor két villával fogod, vagy ilyen csipesszel, akkor ilyen gyönyörűen ilyen eltekeredve lesz a tányéron, tehát ilyen szépen eligazodik. Na, akkor még egy kis kenyérkocka, és a végén reszelt sajt a tetejére, akármilyen sajt jó. Trapista, ide, ami bármit rakhatsz rá. És kész, íme, már lehet is fogyasztani. Aki szereti a spenótot, annak biztos, hogy ízleni fog, aki nem, az meg utálni fogja. Na, jó étvágyat hozzá, hello!